Senkit sem tántorított el az eső, így érkeztek meg az emlékfutás résztvevői kedden Pákozdra. Helyettes államtitkár úr, Nagy Lajos tartalékosan ezeres jelentem. Hagyományos történelmi emlékfutással, ünnepélyes megnyitóval rajtolt el a Katonai Emlékpark 15. évada Pákozdon, ahol változatos programok várják az érdeklődőket egész évben. A kemp országosan is egyedülálló környezete hiteles történelmi helyszín a magyar történelem eseményeinek bemutatására. A Katonai Emlékpark az egész magyar hadtörténelem 175 évét felöleli, egészen az 1848-as szabadságharcról a ma honvédségének békefenntartó misszióig. Hol lehetne másként ez, mint egy nemzeti emlékhelyen, itt Pákozd-Mészekhegy tetején. A mai rendezvényünk a Katonai Emlékpark 15. évadát nyitja meg, és programjaival csatlakozik ahhoz a program sorozathoz, amellyel egész évben az érdeklődőket várjuk. A park idei évadát Szerman János nyitotta meg. A helyettes államtitkár szerint a fiatalok itt magukba szívhatják a hazafias nevelés lényegét, megismerhetik a magyar honvédség múltját, jelenét, a NATO és Magyarország együttműködését. Egyrészt 15. éve működik a kemp, másrészt pedig a 175 éves szabadságharcra, forradalomra és szabadságharcra emlékezünk, és ha a 175 éves szabadságharcra emlékezünk, akkor a 175 éves magyar honvédségre is emlékeznünk kell, hiszen a magyar honvédség története a 1848-49-es szabadságharccal indul. Egy fontos jubileum még idén, a 25 éves NATO csatlakozási időpont, évforduló, hiszen 1999-ben 25 éve csatlakoztunk az egyébként most 75 éves NATO-hoz. Az évad megnyitóján Magyarország és a NATO 25 éves együttműködéséhez kapcsolódóan megnyílt a 25 év szövetségben biztonságban című fotókiállítás. Március 15-én pénteken pedig 10 és 16 óra között családi programok lesznek, többek között ólomkatonaöntéssel, aprótképzővel és szabadtéri tárlatvezetéssel várják a látogatókat.